Szervuszok, srácok, üdvözöllek benneteket! Szegeden vagyunk, a Szegedi Papasz Kia márka kereskedésnél. Kettő autót fogunk mai nap folyamán nektek megmutatni. Az egyik a Kia Sorento, ami dízel, a másik pedig az EV9-es, ami elektromos. Te melyiket választanád? Első benyomás? Hát pont ez az, hogy ez olyan, mintha ilyen amcsiból jött volna, tehát hogy maga a forma, a külső forma, meg ugye a belső jegyek is. Ahogy indexeltél, kirakta a holteret. Tényleg? Aha, majd a következőnél meglátjuk. Hát mondjam igazából egy nagyon visszafogott, de bár szép belső tér fogad minket. Hát a mostani ugye azért láttunk extrém vonalvezetéseket, úgy beltérben, mint kültérben. Szerintem is ez egy ilyen visszafogott. Ami nekem annyira nem, hogy egy picit jobban kéne használni ezt színeket. Aha, és kirakja a holteret, de jó. Nagyon frankó. Egyébként meg egy 2,2 literes turbodízel 4 hengeres motorról beszélünk, ami hány lóerős ez? 193. Nagyon akkor fontos. Ez gyengébb egy picit, mint az előző, így ugye? Van, ugyanaz a motor, mint az előzőben. Csak ott 202 lóerőt tudott, itt 193 párat. Ugye az euró normák miatt kellett butítani rajta. Ugyanaz a motor, tudod, mi tetszik, hogy nem kezdtek el új motort gyártani. Hanem ami bevált. Azt, ami bevált motor, azt, tehát hogy a kiárok azok jönnek le, azok a dolgok, hogy egy megbízható autó, és szerintem az is. És nem különösképpen hivalkodó, de azért elég extrémül néznek ki a kiárok. Meg hát azért az európai méretekhez képest ez egy nagy autó. Ez egy nagy autó. Ez szerintem van ez tapasztalat, egy családi vágen, így van, igen. De nagyobb a Touaregtől belülről. Azt mondod? Nagyobb. Még, elképzelhető. Igen. Az a helyzet, hogy hát az újkori design az jön, azért ebben az autóban van 100 kiló, nem tudom, nagyon kevés, 100 kilométer. Nagyon-nagyon új az autó, még rajta van a kis lehúzóka, nem gonoszkodunk és nem húzzuk le, hanem majd az első tulajdonosa lehúzza az autónak. Róla mindenütt rajta vannak még. Nagyon fontos dolgok, hogy vannak fizikális kapcsolók, azok nekem nagyon-nagyon tetszenek. Mindjárt, hogy beültem és oda nyúltam, hogy hűtsem az ülést, mert tudja, manuális, jól érzékelhető kapcsolóval, ha vakon oda nyúlsz is, tudod kapcsolni. Ha mondjuk ettől azért el tudtam volna határolódni, az előválasztó tárcsa. Na ez az, ami nekem olyan amerikai, ugye? Fúj! De igen, de amerikai, ez van Amerikában. Amerikai, az kormányváltó kell. Baszki. Jó, de az is a régi. Tehát most beülsz egy Ramba, az is ezt csinálja. Vagy jó, de arra is ez volt a véleményem. Beülsz egy Mustangba, az is ezt csinálja. Tehát, mibe? Az új Mustang is. Abban is ez volt? Igen. Már nem is tetszik. De egyébként kormányfűtéstől kezdve a minden, ez egy fullos jármű. Első beülésre nem érezted, hogy egy fullos járgányba ülsz, de mikor mész vele, ez egy... Figyelj csak, ez megint csak egy szerethető autó. A fogyasztását nem tudjuk. Szerintem ilyen szerintem... papír szerint 6-7. Uh-huh. Mondjuk az... legyen, ha 8 is még, azt mondom, hogy egy ekkora autóz, mert azért van hátultered, és azért mögéd is be tudnak elműlni, csak szólok. Majd mindjárt megmutatjuk. Tehát, hogy... Így van, hogy mögém hogy lehet bepattanni, meg te mögéd. Szerintem igen. Azt mondom, hogy nagy autó, sokkal nagyobb a Touaregtől, ez látszik. Fogyasztásilag is, mert azért a 3000 V6 TDI elég szomjaska, normál igen. Használatban, tehát nagyon ügyes gyerek, aki 10 literre jár vele. És ez szerintem a 7 körül én úgy hallottam a kiásoktól, hogy a 7-est azt azért lehet vele tartani, és az jó dolog, nem? És ebben már azt hiszem az automata váltó is más, nem? Igen, ebben olajba futó kuplungos, 8-sebességes váltó. Mert az előző a száraz kuplungos az előző volt. A száraz kuplungos volt. Az igazság, hogy infóm nincs róla, hogy ezek mennyire ügyes, bajos dolgok. Nem hallok panaszt a kiákra. Tehát, hogy nincsen. Tessék nekünk megírni, de tényleg jöhetnek az őszinték. Hogy esetleg tényleg ezeknek az automata váltójának, akinek van kiája. Vagy a kiáknak mi a problémája, mert azt olvassuk, azt halljuk, hogy nem nagyon van. Nem az, hogy nincs, hanem hogy elenyésző. Nem hallod azt, hogy itt ez megdöglött, az ott megdöglött, ennek baja, annak baja, biztos van problémájuk, de nem véletlen várja ezt a garanciát. Igen, viszont amit nem értek, egy 193 lóerős dízel motorba. Tessék, jön a tárcsás előválasztó. Igen, tehát ebben nem értem ezt a váltófület. Igen. Tehát, mert ezzel nem fogok versenyezni, ez nem arra való, ez egy családi autó.
Ami nagyon tetszik nekem, ez nem vagyja vissza a kamera, de egyébként a head-upja jó, nagyon jó. Hmm. Tábla felismerőtől kezdve mindenféle információt ki tudsz rátenni, tehát ez mondjuk szuper. Mondjuk azt azért hozzá kell tenni, hogy a Kia nem állt be a sorba, mondjuk avval se állt be a sorba, hogy továbbra is gyárt dízelautót, ami igen, szerintem ez egy jó vonal, és ennek 23-aska az ára. 23-aska? Ennek 23-aska az ára. Jó, viszont full, összkerekes, 200 lovas, szerintem tökéletesen elég a teljesítmény az autónak, még így jobb oldalról ülve is érzem, hogy ez egy nyomatékos autó viszi a bódét, nem? Hát rendben. Most 100 km-en nem fogom letaposni, de azért érezzük itt alulról, hogy... Igen, a jobb oldali Grande próba teljesen jó, majd a bal oldalra mindjárt passzírozom magamat, de itt jobb oldalt normális, jó minőségű anyagok vannak, nincs túlzásba víve, jó a dizájn, nem az órod elé emelkedik ez a plexilap. Ez a tapipat, minek hívják ezt, nem tudom. Screen. De mindjárt megnézzük a megállunk, és akkor a hátsó részt leteszteljük csomagtól. Igen, meg egyébként kívülről nekem tetszik. Tehát ugye hozza ezt az amerikai vonalat, egy kicsit nekem olyan fordos, tehát ugye az F-150, F-250 jut róla az eszembe, de jól adja. Tehát azért Amerikában is van ez a modell. Ajaj. És közkedvelt is. Tehát biztos, hogy... És azt hiszem, hogy úgy van, hogy ezek a koreai márkák, ezek először ott tették le a névjegyüket, és rendesen letették, tehát azért... Igen, hogy jött a megbízhatóság, meg minden, tehát hogy nem véletlen vásárolják. És ha azt nézed, hogy árérték arányban egy 23-aska ez, ami tele van szórva mindenféle földi jóval, akkor bizony, ha a vetélytársakkal ezt összehasonlítod, akár egy Touareggel, persze, nyilvánvaló a... Azért Touareg biztos, hogy 30 fölött van, bőven, nem tudom fejből, szerintem de... bőven, egyébként ezzel a felszereltséggel, vagy ezekkel az extrákkal biztos. Tehát ez egy prémium kategória, nyilvánvaló nem a luxus kategória, de egy prémiumot kapsz. Igen. Azért a 23-aska az nem egy rossz szerintem a Kiához. Az a baj, hogy már önmagában minden drága, tehát az értékek elmentek. A videó végén meg fogom mondani, ezért sok éve használok Touareget, hogy ezt választanám, vagy maradnék a Touaregnél. Igen. Srácok, egyébként nektek bejön? Tehát, hogy bejön ez az autó, vagy bejön az ára? És nyilvánvalóan nem az a lényeg, hogy ki teheti meg, és ki nem teheti meg azt, hogy megvegye, hanem az, hogy árértékarányban mi a véleményetek erről a kocsiról. Nagyon kíváncsi lennénk rá, és fogunk is válaszolni a kommentekre. Ja, hogy te már forogsz. Kinyitottuk a hatalmas motorteret, és egy igazából pici motor találtunk, négyhengeres dízel. Azért ez manapság nem egy sűrű történet, nem ugye? Nem annyira megszokott, igen. Ugye? Mert az óriási hibridérában, meg az elektromozásban, meg mindenben jó kis négyhengeres turbodízel motor, és akkor... És mit most... jelent ez, hogy Smart Stream? Igen, kiesette? Fogalmam sincs. De ahogy szoktuk mondani, hogy igazából ehhez sincs semmi közöd, azért, mert nincs eltakarva az egész beltér, viszont itt azért már lehet látni egy-két dolgot az autóban, nem takarták el annyira, amennyire az újkori autókat szokták, de neked akkor is ehhez van közöd, körülbelül, hogy öntesz bele vizet. Wasser, így van, találtam cuki kis dudát, gyere, nézd, biztos ez a kürtje, ugye? És ezt ide kellett rakni. Ha nem az, akkor megkövetem magamat, de akkor mi a bánat? Akkor megkövezed magadat. Megkövezem magamat, ja. Na szóval mindegy, nem a kürtről szól az autó, nézzük meg az elejét, ha már ilyen szépen bele kezdtünk. Jó. Nem béna vagy. Igen. Nyúkálunk. Na azaz. Tökéletes. Nekem olyan amcsis egyébként. Nagyon amcsis neki az eleje, ugye? Van azért szabdalás minden irányból össze-vissza vonalakkal, de a végén csak összeállt egy jó összkép. Mondhatjuk, ugye? Hogy ez a koreai szamuráj? Fú, jó, hogy ma kezdtünk ebbe a történetbe bele. Stojta, viszont... a koreai szamuráj. De egyébként nekem a kerek ez nagyon tetszik. A kerék ezt is nagyon jó. Vagy 20-as. Ez pont, egész pontosan beletaláltál, drága testvérem. 255/45 R20. Azt tetszik, hogy hagytak egy kis ballonos részt a gumin. Hát ez Magyarországon szükséges. Kell is hozzá, így van. Amiben különbözik a régi Sorrentótól, az az eleje. Itt kapott egy faceliftet,
mások a lámpák, más az ormaszk, a hátulja az majdnem úgy ugyanaz, és a külső sziluett, és akkor először ránézel, ha egy kicsit messzebb légsz, akkor rögtön látod, hogy egy Sorrentóról van szó. Azt azért nagyon adom, hogy egy jó összeszedett nagy autó, ugye? Tehát, igen. Hogyha ha megnézzük mondjuk ezeket a dizájnokat, mit mondtál, szamuráj? Hát ez a koreai szamuráj. Koreai szamuráj, nem tudom, lehet, hogy ez a kard eleje. Lehet. Ugye? A szamuráj. Most azt nem mondhatom rá, hogy Hattori Hanzo, mert az japán. De Amerikában az új japán autó, az a koreai autók, ugye? Lehet így mondani tulajdonképpen. Hát letette a névjegyét. Letette a névjegyét. Írjátok már meg azért kommentbe, légy szíves, hogy mennyire megbízható autók, mert most, hogy mit mondunk mi? Az, hogy beleülünk és megyünk egy pár métert, vagy pár száz kilométer, teljesen mindegy, akinek hosszú távú teszten van ez az autója, az mondjon róla, mennyibe került, mi a problémái, ez a rákfenéje, az a rákfenéje, mert hogy a fogyasztási adatait néztem, nekem egyelőre jobbnak tűnik, mint a Volkswagen Touareg, de Volkswagen Touareget azért használok már vagy 7-8 éve, azért szeretném összehasonlítani ezt vele, hogy vennék ilyet, vagy nem vennék ilyet. De hát nézzük meg neki a belterét, mit szóltok hozzá. A helyzet, ha bekuksizunk a kamerával, akkor látjátok, én ültem a túloldalon idáig, a Denis vezetett, hát a hátam mögé kisméretű ember, beférek. Te még beférnél, mondjuk nagyon lazára szoktuk venni a figurát, viszont a te ülésed azért van ennyire hátul most, mert a kiállás, így van, a kiengedői segédeszköz, és a Grande próba hátul. Azért te beférsz, igen. Beférek, és nagyon ritkán, hogy én egy autóba így hátra bebírok pattanni. Egyébként ez 7 személyes autó, de majd erről is beszélünk, ott hátul azért már csak a gyerekek. Meg is mutatjuk a hátulját, neki tudod, mi tetszett elsőre? Még a Bose zenét nem néztük meg, de nem is érdekes ebben, hogy mennyire Bossi, szól. Mondd így, hogy Bossi. A Bossi zene. Ezt. Ekkora pohártartó van. Mondom, hogy Amerikából jött a téma. Igen, ide az üveget, oda gondolod, a poharat. Gondolod, befér a másfeles üveg? Mert hozzáteszem, a Touaregbe befér hátra a másfeles üveg. Befér, testvérem. Ide meg befér a fél literes flaska. Hátulról tudod ugyanúgy, ahogy már megszokott a kiából vezérelni az ülést, előre tudod pattintani. Ami nagyon ötletes, hagyd mutassak rá, ha már itt ülök bent, hogy ezek az USB csatlakozók itt és itt szépen el vannak rejtve az ülésbe. Úgy, hogy az elején mutatta, hogy hát, ha véletlenül zárlat van, akkor így van, egy cuki roló benne. Fogantyúka van bent, világítása. Azt, amit nem tudok, hogy miért nincs a vezető felül fogantyúka, de hát ezt majd valaki egyszer elmeséli. Viszont jó minőség az anyag, amikor benézel, azt látod, hogy egy óriási műanyag térfogad, de nem. Ezek jó minőségű anyagok. Jó minőségű anyagok, és én azt mondom, hogy ez egy visszafogott. Én egy picit a színeket használnám. De lehet, hogy csak ez a modell ilyen most, hogy ez a grafit színű és fekete belsővel, valószínű, hogy van világosabb belsővel is. Ez ha színesebb lenne, akkor egy picit olyan bohémabb lenne az német autó. Német piacra készült. Mert igen, ott ez az elvárás, ez a úristen, nagyon steril német vonal. Nézzük meg a hátsút. Igen. Hát először... Gyengébe kedvéért oda van írva. Először kinyomtam a szofita égőt hátulról. Szofita égőt. Utána szóltak, hogy hé öreg, itt a nyitóka. Mindent leszettem már, műanyag burkolatot, hogy kinyíljon. Hát ez ide van írva, NSK Juli. Látom, ja. Szóval az a helyzet, hogy felcsaptuk az egyik ülést itt oldalt. Hát igen, ott a lábtér. Láb nélküli kisgyerek. Talán. Hát nem, azért kisgyereke elfér, szerintem egy 8 éves kori kb. Így van. De viszont van neki klíma. Nagyon fontos. Anlage, bite. Így van. Klímapanel, hátul állított, tekered minden. Motorral tolod előre az ülést. 12 voltos, 180 wattos csatlakozó hátul. Szóval én azt gondolom, nagyon fontos pohártartó. És itt valami nem tudom milyen tartóka. Figyelj, de pohártartóban nincsen hiány. Igen. Tehát, hogy az is lehet, hogy hagyd nézzünk ide rá, lehet, hogy telefontöltő. Még az is lehet. Nem látom azt a... Nem baj, mindegy. A mi módunkon mutatjuk be az autót, nem visszük túlzásba. Aha. Igen, ezt előrehajtjuk. És utána visszahajtod. Utána visszahajtom, így van. Így van. Figyelj. Bent vannak a cuccaink, így viszont egy nagyon korrekt hátsó tér van itt, nem tudom pontosan literre mennyi, de azért az 5-600 liter körül szerintem ez megállja a helyét. Egy kicsit pakolunk, hiszen egy vadi új autóról van szó, a Kia Sorrentós lábszőnyegeket majd adják hozzá szépen az autókhoz. Nem tudom, ide látsz-e, jöhet a kérdés, hogy hol van a roló?
Hát a Kia elrejtette ide a rolót, nézd csak meg. Elrejtette ide a rolót, hogyha hátul ülnek, akkor szépen, hogy hova is tedd olyankor a rolót, ugye? Igen. Fölpattintod ezt a műanyagot, és ide szépen be tudod csúsztatni a rolót. Gondolom ide emelőszed. A háromszög tud menni, itt az emelőszed. Szerintem pótkerék az nincs, természetesen, ha csak nem alatta. Kis fülecskék a szatyroknak, ami gondolom letörik két hét múlva, de nem biztos, már a Touaregenbe is bírja. Úgyhogy ezek egyébként használják. Én azt gondolom egyébként, hogy ahogy az anyagokat nézem, az anyagfelhasználás, ez egy minőségi autó. Tehát ez egy prémium kategória, nem egy luxus kategória, ez egy prémium kategória. Jó megfogalmaztad, prémium kategória. Ugye? Igen, igen, igen. Nekem tetszik egyébként ez a függőleges hátsó lámpa. Na, lecsukódik? Se kinyitni nem tudom, se becsukni nem tudom. Nagyon jó ez a cucc, a szenzor hátul meg a kamera, és innen jön ki szépen, ezt már láttuk másban, és nekem nagyon tetszik, igen, hogy ebbe bereltették. Igen, ez a Lexusokban kezdődött meg az ilyen autókban, és akkor ezt sokan elnézték, de egyébként ez tényleg jó. És General Motorsnak is van olyan. Nagyon szépek a lámpák, nekem nagyon tetszik. Szerintem egy jó vonalú autó. Igen. Nagyon sokat dobnak rajta ezek a dolgok, meg ez a kis hátsó szárnya, ami itt van, igazából igen. Funkciója. Szerintem próbáld be magad előre, hogy... Belepróbáljam. Most nekem van beállítva, most ja, próbálj igen. Meg úgy beülni, ahogy én szoktam a tiédbe, hogy nem érem el a lábammal, hogy neked sikerül-e egyáltalán oda betenni. Ja, látod? Várjál már! Látod, milyen rendes ez a... Ez nagyon köszönöm szépen, kedves Kia, van ilyen combtámaszka. Hoppá, hoppá. Ez micsoda? Ez hogy jön? Hoppá, hoppá. Édesapa. Ó, várjál, akkor én kérdem. Egyébként fontos, hogy te menet közben kényelembe rakd így magad, ugye? Igen, főleg azért, hogy elaludjál. Hogy elaludjál, de azért bepattintom magamat. Mondjuk nekem ez pont semmit, de egyébként hát valószínű kisebbeknek igen. De várjál. De közben dönti az ülést is. Kívánok. Közben elmentem hátra. Hallod? De... És ez így jó? Hát nem. Ha vezet, de én ilyet nem láttam még vezetőülésben. De vezetőülésben de ez miért mi van, hogy megállsz az útszérén, alszol vagy? Olvasol vagy. Egyébként, ha alszol, akkor tök jó, mert egy picit alá támasztja itt a vádlidőt. Hát olyan, mint egy recliner. De itt azért, itt a függöny mögül nézek, haló? Szóval minden esetre eléggé hátra lehet húzni az ülést, azt kell mondani. A kormány az neked volt beállítva, vagy azt is így elállítod? Hát elektromosan, igen. Én beállítottam magamnak, és utána kiengedett, tehát feltolta a kormányt, hátra tolta az ülést. Ezt meg nem fedeztem fel benne, de ennek nem látom nagyon a tetejét. Szeméttároló, palacktároló, mondjuk itt szerintem nem fél a másfeles palac, de hát... Na de várjál, mert hát ott viszont van. Édesapa. Igen, látod? Kulcsocska, itt meg szemüvegecske. Igen. Ez nagyon gagyi. Bocsánat, nekem. Tök jó, meg tudnám szokni az előválasztó tárcsát, ha nem kristályos lenne. Jó, nem baj. A gyémánt? Igen, a gyémántos. Koreai gyémánt. De egyébként meg, ugye, hogy olyan minden úgy frankónál rajta. Igen. Na figyelj, szerintem... Belecuccolunk, azt vezetek. Menjünk egy kört, nem? Jó, menjünk. Ha én okay. Is kipróbálom, te is kipróbálod, aztán meglátjuk, hogy milyen... Ja. Egyébként én már vezettem, tehát nekem tetszik. Figyelj már, Grande, neked azért elég régóta van ilyen kategóriás autód, tehát Touaregről beszélek most, sőt nem is egy Touareged van. De mi a véleményed erről? Van akkora, mint a Touareg? Ez nagyobb. Igen. Ez nagyobb. Nem is kicsivel nagyobb. Még a lábtér is nagyobb. Tehát én azért vettem a Touareget, mert tökéletesen elférek benne. Meg azért egy jó parkolható, nem egy óriási autó, de ez egy kicsivel nagyobb ez az autó szerintem. Sokkal modernebb, nekem egy 2014-est használok. Ezben azért nagyon sok modern kütyű van. Ugyeben már még több tipi-tapi gombocska van. Hát egy-két fizikai gomb van. Igen, ízlések és pofonok, hogy ez valakinek tetszik, nem tetszik, ne törjünk pálcát. Én szeretem a manuális tekergetős dolgokat, viszont ez nagyon jó, de azt már amikor te vezettél is elmondtam, hogy ezek nagyon jó cuccok, jó használható, hasznos dolgok. Hát a vezetés komfortjára voltam kíváncsi, ugye kívülről megmutattuk, hogy ezen egy 20-as kerék van per 45-ös gumival, ami nagyon-nagyon elősegíti a rugózást, nyilván, hogy hozzásegít a rugózáshoz, ez egy összkerekes autó. Még ebben nem kuksiztunk bele. Na, mondtad, hogy Amerika, ugye?
Mondtam, hogy kicsi Amerika, de Amerika, mert azoknak van ilyen baromi mély hűtőládai. Tiszta Amerika. És egyébként van is benne valami. Na nézzük ezt az előválasztó gombot. Na. Tárcsa, bocsánat. És D. Ennyi. Pedig így kéne D-be húzni, ha már Amerika. Na, mindegy, menjünk. Na, kíváncsi vagyok, mit mondasz rá. Nekem egyébként bejön. Most ezzel mondatom, már nem akartalak lefizetni. Csak, hogy... Egyébként tudod, hogy nem tudsz, mert egyébként Dafke is más mondani. De nem igaz. Te is említetted a head-up display-t, mikor te vezettél. Tényleg tökéletesen jó. Nincs annyira az arcodba tolva, de tökéletesen látod. Nincs is nagyon szükséged nézegetni a műszerfalat. Arra jöttünk rá, hogy elég puritán a műszerfal, de elég. Nem kell több, nem kell. Én azt gondolom egyébként, hogy ez olyan elegánsan letisztult. Igen, igen. Azt nagyon sajnálom, hogy kicsit németes lett, hogy nagyon komor színek vannak benne, tehát én attól egy kicsivel vidámabb csávó vagyok. Meg mostanában... 20 méter atomkábel, já. Nem, hát ez egy koreai szamuráj, ami az európai vagy a német piacra készült. Koreai szamuráj, nagyon jó. De nem? Tényleg nagyon jó ez. Szerintem. Mindig bordulok rajta, a videóban már elmondtuk egy pár szó, de nem baj. Start-stop funkciós? Igen. Nagyon örülök neki, imádom ezt a start-stopos autókat. Ezt kikapcsolhatom? Igen, köszönöm szépen, hogyha ki lehet és megtaláltad. Kikapcsoltam. Teljesen jó. Figyelj! Így az első 2 méter után mindjárt azt mondom, hogy jó. Azt mondod? Aha, az elég, mikor te vezettél, hallottam a zajkomfortot, az teljesen rendben van. Kényelmesen jó tart az ülés, jó helyen ülök, jó az ülés pozícióm, jó a kormány. Tökéletesen elfér a lábom. Mindig arra szoktam, tudjátok, kihegyezni, hogy van akár 2 méteres emberek is 150 kilóval, és nagyon nehezen találnak maguknak autót, amiben mondjuk 300 kilométer múlva, igaz, hogy hozzáért a lábom ide, de nyomja is 300 kilométer után. Most ebbe azt érzem, hogy itt rendben vagyok. Van hely, vagyok. Tehát van lábtered. Így van. És a kilátás nagyon fontos. Valamelyik autóban múltkor, amikor ültünk, nagyon magasan volt a műszerfal. Igen, valamelyik az EQS-nek a, igen, az igen. SUV-ja. Így van. Ebbe tökéletes panorámába kilátsz. Amit akartam mondani, és mindjárt elsőre megfogott, és számomra nagyon fontos, kívülről ránézek az elefántfülekre, a tükrökre, nézzetek bele egy picit. Tökéletesen látsz benne minden. Nagy tükör van. Tudom, hogy a légellenállási együttható miatt nagyon meg kell tervezni a tükröt is, viszont ebben a Kia most nem spórolt, csinált egy normális méretű tükröt, és ez számomra fontos, hiszen gondoljátok, amikor tolatsz, vagy nézed a holteredet, igaz, hogy van holtérfigyelő, de már pittyeg is minden, mert fontos, kicsit lassabban menjünk, mert 50-es van. Igen. Hát azért pittyeg. Azért pittyeg, nehogy beleszaladjunk 52-vel a trafipaxba. Én azt gondolom, hogy ez jó volt, és nézzük meg az LV9-et, hogy ami ott lesz, egy kicsit menjünk már oda az elejéhez. Akkor kimutatunk ide? Megnézzük az amerikai orrot? Ez lesz a következő, gyerekek. Egy picit nekem egyébként, tudod, melyikre emlékeztet? Még Fordban is van ilyen Amerikában, tudod? Mm-hmm. A Flex. Aha. A Ford Flex, csak az ugye? Laposabb tepsi. Igen, ez igen, egy kicsit magasabb. De egy kicsit hajaz rá. De a Ford Flex az már 10 éve van Amerikában. Hát igaz, de attól meg valószínűleg ezért olyan. Na gyeretek, gyerekek, gyertek egy körre velünk. Menjünk abban is. Na ciao. Hopp, gurulunk előre. Így van. Kicsit beigazítjuk. Nyomunk egy lükvercet. És... Rükvercet. Rükverc, igen. Nem jó az NSK-m, de majd alakul. És nézzétek, csak itt is mutatja a basicbe a holteredet, ott meg nagyon jó képet ad, ugye? EV9. Nekem ez nagyon Amerika, testvérem. Ez nagyon nagy autó, jóval nagyobb, mint a Sorento. És nekem ez ilyen amerikás. A színhasználatban is, meg ezekben a... Kezdjük ott. Nem mostani autó, nagyon sokan leforgatták, Sámán bemutatta a tükör nélküli változatot belőle, ami nekem nagyon-nagyon nem tetszett. Féltem, mikor mondták, hogy ilyen autót kapunk, hogy az lesz, de nem. Normál tükör van rajta. Nem a legnagyobb motor van benne, illetve ez a csak hátsó kereket hajtó változat, viszont ebbe is 99 kW-os akupak van. Ami hozzáteszem, így, hogy csak hátsó kereket hajt, szerintem elég korrekt távolságra képes. Most nem tudom, mennyire... Mindenféle vezetés segítő dolog is van, tehát ő már saját magától belassított itt. Tényleg ő lassít? Nézd meg, most ő csinálja a dolgokat.
tehát már majdnem önvezetünk, azt azért kikapcsolom, mondjuk lekuperál rendesen, de... Arra akartam kitérni az újrahasznosítás mellett, hogy ez a fajta tetőkárpitanyag nagyon-nagyon jó néz ki, nézzetek végig, mondjuk a hátuljába úgy kell átkiabálni, hogy hallja a hátsó. Óriásiak ezek a szellőző légbeömlők, nagyon jó. Itt is a hátsó résznek is külön klímapanelja van. Nagyon ergonomikus minden, ugye Denis? Igen. Nagyon jók ezek, nem is tudom milyen minták, visszaköszönnek a Zenecucba, Meridian hangrendszer, akármit is jelentsen, ezt gondolom, hogy nagyon jó szól. De most nem hangot tesztelünk, hanem igazából az autót próbáljuk. Hát mindjárt a kormány formája azért megér egy misét. Ez nagyon jó, de mondom nekem nagyon, nekem ez a Ford Flexre hajaz. Ahogy te mondtad, hogy... Ahogy az előzőben, erre. Így van, hogy ez átültünk. Ez borzasztóan tetszik, hogy ilyen jellegű dolgok vannak benne, tehát ez a... Óriási pohártartó, aha, a hátsóknak igen. Is. Itt egy is óriási, van, nem tudom, bevásárlótáska egy jobb oldalt. Köszönjük, és már megyünk is. Szegeden vagyok, itt nem túl türelmesek az emberek, mint ahogy Magyarországon általában. És ahogy indexeltél, ott természetesen a holtér figyelőt kitette. Úgy gurulunk igazából, hogy el is felejtettünk beszélni a vezetés komfortról, vagy a menet. Tehát tök... Figyelj, nekem ez jobban bejön egyébként, mint a Sorento. És most biztos, hogy a Sorentosok azok... Nem, dízelt választanál. Nem. Paszki! Én ebben az elektromos most fogtok bejön. Minket megkövezni. Ja. Én is az elektromost választanám. Te is? Én is. Ez nagyon tetszik ez az autó. Nem tudom de miért. A forma meg az egész. Tehát igen. Mondom, ez Amerikából jött ez a karosszéria, tehát hogy ez teljesen más feelinget ad belülről, mint a Sorento. A Sorento az egy, és ehhez képest egy sokkal konzervatívabb valami, ez meg egy ilyen bohémabb. 52. Aha, igen, 52 mindenre szól, de nem baj ez tulajdonképpen. Amennyi cekket kapunk, ez pont jó, hogy pontosan szól mindenért. Viszont itt se értem ezt a recliner üzemmódot, hogy ki lehet hajtani ezt a... Itt van nálunk is a lábnál ez a kithajtató támasz, majd ha megálltunk, megmutatjuk. Értelmetlen funkció, pedig aztán képviseljük a normál magasságú embervonalat és a kicsit extrémebb magasságot, és mégis. Az elején elkezdtük össze-vissza nyomkodni az autót belülről, hogy megtanuljuk a kezelést, és ezek a heptikus, mondtam épp, hogy akkorát üt a műszerfalra ez a kis elektromotor. Hát a szamuráj beszveli onnan a kis kardjával. Mint hogyha alul a kis koreai csáv vagy csavarhúzóval ütögetné belül a műszerfalt. A koreai szamuráj. A koreai szamuráj, így van. Tök jók ezek a választógombok. És ezek gombok? Gombok. Tudod, mert jó, hogy egy full elektromos autóban ülsz, és mégis vannak benne gombok. Igen. Ez azért... És azért van benne csomó gomb. Igen. Hát szerintem ebben több gomb van, mint a Sorentóban, már bocsánat. Há, nem, azért itt volt, vannak ilyen... De, azért nézd meg. De ezek, hát, ennek is ezek az üzemmód választók, ezek nem? Ment a Mercinek. Piff, és összetörtem a szemüvegedet. Király, na. Egyetlen egy mozdulattal, hallod? Köszi. Mindent is tudok. Nagyon fontos, ahogy beültünk, és Amerikát emlegettük, a módválasztó kapcsoló. Igen. Nem. Azt, ez minek ja, hívják? Ez igen, igen. Kormányról. Kormányváltós. Maradjunk annyi, hogy ez kormányváltós. Ez már kormányváltós? Igen, rendes amerikai kormányváltós autóról beszélünk, gyerekek. Engemet már megvett. Igaz, hogy nem az hajtja, aminek kellene. Az egy LS motor brümöghetne bennem. Na azért nem igaz, mert ha ezt otthon töltöd 5 forint per kilovattal, és ebben te 5-600 kilométereket ezt tud, de 5-öt biztos. Már több elektromos autónál elmondtam a véleményemet róla. Pontosan tudjátok, hogy én vagy mi nem vagyunk elektromos autófanok. De egy többedik autónak, otthon rohangálósnak most nem be tudnád nézni? De. Ugye? Simán járnék vele, tehát hogy ne viccelj. És ahogy a Sámán barátunk szokta mondani, őrületes pénzt lehet vele megspórolni. Így van. Hát szokta... ő azért a Volvo-val nagyon-nagyon sok pénzt. Igen, meg hát van sajátja is, ami elektronyos, a V8 mellett. Igen. Nagyon fontos dolog ám, mindenki úgy számoljon még, mert véleményt mond az elektromos autóról, hogy nézd meg, mennyit tankolsz egy hónapba, és hogy az a zsebedben maradt tulajdonképpen. Szépen fölvette a kis tempót. Nem igen. Is akartad meg de eko, ugye? Nem, de ekóba vagyunk, tehát most nyomok egy normált, azért itt már... Oh, az a helyzet, hogy... adja, és akkor most tegyük át sportba, na. Ez, amiről... Jaj, bekeményített a sportba, itt beúzta. Ó,
Na itt azért, itt azért megyünk. Pedig csak 200 lóerős. Igen. És elég? Is, elég. Elég. Na elég. Ezt mondtam, hogy mikor a, mikor a Mercibe ültünk és elénk raktak 600 lóerőt elektromos motorból, nem nyomatékban a 200 lóerő is nagyon-nagyon igen. tud, nem? Tehát, hogy igazából én nekem tetszik, de rögtön jövünk egy külsővel, gyerekek. Na mi újság, folytatjuk a külsőt? Igen. Megmutatjuk? Na, itt aztán nézelődhetsz, gondolom. Na mit nézel itt? Az a helyzet, testvérem, ebből ellopták a motrot. Motrot? A motrot, ebben nincs. A motor. Illetve van is ez a hátsó kereket hajtja is elektromosan, viszont nagyon üdvözlendő, nagyon kevés elektromos gyártó használja, hogy itt minek is használják ezt a első kukát? Mert ugyanis a Fordnál, mindjárt kicsit, abban van egy, tehát az egy jégtárolónak lett kitalálva, és van kifolyó nyílás a Fordba. Ebben nincs. A gyerekek, ezt ne toljátok tele jégkockával a kiát. Akkor kisgyereknek fürdőkád. Kisgyereknek fürdőkád, ez tartja a vizet, nem kiengedi, viszont végre elférnek az elektromos kábelek benne. Van egy belső nyitó, te szoktad mondani, hogy kinek volt a Fordnál is, hogy a, mondjuk nem tudom, hogy a koreainál mit mondunk, mert a Fordnál tudtuk, hogy kiről volt szó. Nem érdekes, belülről, ha véletlen valaki beszorulna, akkor mégis ki tudod nyitni az autót. Így. Hát, hogyha gyereket ne elfelejtett, hogy ott van benne. Ha vagy annyira hülye, hogy belezárod ide a gyerekedet, és az ide belefért, szerinted az ki fogja tudni nyitni? Mindegy, van benne nyitóka, ezt engedjük el. Még inkább legyen, minden legyen. Fluoreszkál. Fluoreszkál, így van. Így van. Tulajdonképpen ebben sincs több dolgod, ahogy szoktam volt mondani, mint minden autóban. Itt tudod szépen az ablakmosó vizet. De a stílusügyek egyébként meg hasonlítanak, tehát annyira... A Sorrentóra? Igen, hasonlít, viszont ez egy jóval nagyobb autó. Ha megnézed, megnézzük az oldalát, vagy oldalról, azért ez egy sokkal, de sokkal hosszabb autó. Én azt tudom róla mondani, hogy ez egy baromira tetszetős tár. Tehát mondhatják nekem, hogy elektromos autó fú nem kéne. Nekem ez nagyon kellene. Iszonyatosan jó néz ki az autó. Jó néznek ki rajta a kerekek. Megnézzük ezen is, mekkora gumi van. Azt mondja, 255/60/19. Azért nagyon üdvözlendő, hogy per 60-as kereket raknak föl. De ez a telifelni, ez nagyon jó. Nagyon jó. És nyilván azért kell a per 60-as gumi, mert azért ez szerintem a 3 tonna fölött van ösztömegbe. Hát ez akupaknak biztos, hogy van súlya. A 190 kiló... De ha nincs is 3 tonna fölött, szerintem olyan közelít a 3 tonna felé. Igen, igen. Hát szóval a külső jegyekről, a Sorrentóra azt mondtad, hogy szamuráj, ugye? A koreai szamuráj. Azért ebbe is dolgozott a szamuráj. Dolgozott. Ugye ez valami hát, csillagképet jelöl, meg a igen. nem tudom én micsodát. Azt tudom mondani, ebbe is nagyon jó néz ki ez a kis shield hátul. Nagyon jó néz neki a... Úgy, ahogy van, tök jó az autó. Igen. Csináltak egy óriási nagy dobozt, raktak rá 4 kereket, raktak bele egy akkumulátort, azt mennyi, nem? Ez körülbelül... is így nyílhat, szerinted? Ujjajajajaj. Na? Na? Keresd meg. Keresd meg. Keressem? Átveszem a kamerkát. Na. Okay. Kisad. Úgy. Mondjuk ezekkel a heptikus érintésekkel nem nagyon vagyok kibékülve. Az van, gyerekek, hogy a hátsó tér mögött, tehát hogy... Itt viszont van láptered. Van láptered. Mondjuk én nem kell, hogy beüljek, de én nem számítok egyébként se. Van láptered. Itt ugyanígy ott van a rolóka elrejtve. Szerintem egy gumifújóka, egy vontatóka, reméljük sose kell. Pumpa, elakadási jelző háromszöget tehetsz oda. Jó minőségű belső kárpit. Erre térjünk is ki, mert mutatnék valamit, ami nekem nagyon tetszik ebbe az autóba még. Aztán visszajövünk ide a bel hátsó részbe. Még a kilincset el tudnám engedni. Igen. Ez nagyon design. Jaj, neked az üléstámla fétise van a Merci óta, ugye? De ez tehát, nagyon design, ez a fejtámla. Ez marha és kabátakasztó, ugye? Igen. Ez biztos, hogy ez kabátakasztónak készült, és közben meg egy tök jó kiegészítője az ülésnek. Normális fogantyú hátul. Igen. Tehát kérem szépen a beszálló segítő fogantyú, ezt azért üdvözletem mindenkinek, aki ezt csinálta vagy kitalálta. Lehet, hogy a cuccoktól nem félsz oda. Egy pillanatra még időzzünk el itt a hátuljába. Ezt telerakták kacattal. Van itt egy számomra értelmezhetetlen. Az alsó az mi lehet a kis... De hát milyen kis mosolygós? Az a robban.
De egyébként valószínű, hogy egy 220-as hajzat, 250 volt, 16 amper. Ülést előre, hátra, mindenhova tudjuk. Itt valami biztosíték rejlik, kis kampók a csomagoknak, itt is kis rögzítőfül. Én azt gondolom, teljesen rendben van. Főleg, hogyha csukjuk már előre a harmadik üléssort, mert azt azért nem kell kézzel. Ez nem fog menni. Nem jó, nem jó. És vissza, várjál. Visszahúzzuk. Nézzük meg, azért, hogy mert az ülés nézzük meg, hogy mennyire okos. Várjál csak, várjál. Most csinálom? Most csinálom. Szóval előre csukjuk a hátsó üléssort. Hoppá, hoppá, hoppá. A másikat is. Mondjuk ezt azért kézzel is előre lehetne tolni, de nem baj. Nem tudom, mennyi pénzt fizetsz azért. Itt telefonál haza. Igen. Ott is van kapcsolókák, aki zenecucc van, pohártartód. Az azért, mivel van? Azért ez egy 600 pluszos szerintem. Hát ez így szerintem vagy 800 liter, igen? Vagy 600 biztos. Ha előre nyomod a másik két üléssort, akkor egy viszonylag magas platód van az akupak miatt, de nem fog az én ülésem miatt előre, igen, menni. De nem is kell ezt előre dönteni, szerintem látszik, aminek látszódni kell. Be is csukom én ennek a hátulját. Szól normális, rolók benne. Nézzük már meg ezt az anyaghasználatot, óriási ajtó. Nagyon, nagyon jó, az anyagminőség nekem nagyon tetszik. És jó színeket használtak, a szürke van komponálva, igen, ugye? De egyébként nagyon határozott, jó, és tökéletes a sajtreszelő. Nagyon jó. Figyelj, nekem... Ebben milyen zene van? Megint kimondhatatlan, Meridian, akármit is jelentsen. Aha. A Meridian zene. Ez valami Star Wars-os. Hát ilyen autóhoz. Mi lenne? És akkor itt tudott tankolni? Igen. És ott tudott tölteni. Kábeleket előtaláltuk. Gyerekek, tőlünk okosabban googlizzátok már le, vagy nézzétek meg, a Sámán elmondta, hogy valami óriási mennyiségű áramot tud egyszerre vételezni. Fingunk nincs róla. Mint ahogy az elektromos autókról úgy általában, hogy a Denis, tehát, hogy de tetszik. És mutatnánk egy olyan ülőteret hátul, ahol az állványunk berakva, úgy, ahogy kell. Nem, egy kicsit rendet vágunk, papírocskák. Beülök hátra, megfogod addig, testvérem, a kamerát? Na most az van, hogy... Ez hogy működik? Így. Így? Jó. Figyelj! Ha te vezetsz, akkor így mehetünk. Tudod, mi a bajom? Nem baj. Nem rám szabják, nem vagyok átlagpolgár. Én elengedném a hátsó üléssort, és ezt egy kicsit hátrébb vinném. Uh-huh. De magam miatt, de nagyon keveset ülök hátul. Úgy, tehát öt személyes, nem, de egy picit hátrébb. Picit hátrébb. Egyébként, igen, igazad van. Mert egyébként egy multivant kell venni, vagy valami nagy autót, egy V-osztályt, nem? Hogyha ha te óriási autót akarsz venni. Hát ez kész. Tudom, mit kapsz szülinapodra. Tényleg? Egy kiaülést. Vagy egy fejtámlát. 1002-es Lada után gyártott fejtámlát. Jó, azért jó lett. Viszont ebben is ugyanígy itt vannak az ülést előreengedő funkciók. Hát, azt azért megírhatná valaki, akinek ilyen autója van, hogy vagy kiállja, hogy használta vajon ezeket a gombokat? Tehát úgy életedbe ezeket úgy életszerűen ezeket használod? Én nem meg tudom. Akkor mutassuk meg ebbe is ezt a Recliner üzemmódot, amit nem tudom, jó, mire vélni. A másik az, hogy hátul is itt vannak a kis USB csatlakozók, ezeket nagyon üdvözlöm az ülésben, itt látszik a tripodálványtó, itt, meg a túloldalt is van. Úgyhogy teljesen rendben van, ahogy először már mutattam, klímapanel itt fönt, magadnak tudod vezérelni a hátsó klímarészt. Mit szeretném megmutatni? Hát ezt a Recliner, ezt a comb... Ő csak NSK-jú tud, úgyhogy engedjétek el neki. Comtámasznak hívják, hát magyarul. De nem comb, mert nem azt éri el, hanem a vádlidat. Semmit nem ér el, maradjunk annyiba. Nagyon jó pofa dolog, de a Sorrentónál is elmondtuk, hogy még nálad se, a te lábadnak se jó éppen egyébként. Csak eléri a lábam. Most az én lábamnál nem is megy hátrébb, nem is megy lejjebb, ez így a maximum. Na nézzük, akkor Grande belepattintja magát az alvó módba. Hát... Nem annyira éri el. Ez abszolút nem.
teszi a dolgát, azt én vissza is húznám. Hosszú a falábad. Igen. Viszont a kényelmi része azért teljesen megvan az autónak. Ugye? A rohadt életben. Úgy, ahogy fogalmaztad, ez egy böhöm nagy autó, és teljesen Amerikát hozza. Ugye? Nekem is ez jött le. Így van, így van. Mert nekem tetszik a kormánynak a formája, nagyon jó a kormány fogása, de próbáld ki te is szerintem. Vannak fizikai gombok rajta, úgyhogy menjünk akkor egy kört vele. Jó, megyek körbe, jó? Jó. Elektrozajt adja ki? Légy szíves. Legalább lesz mit ki. Ha meg kell hűlni, akkor meg kell hűlni. Legalább lesz mit kivágni a videóban. Jaj! Na gyerekek, látjátok, most se érem el. Grande üzemmód. Fölhívták a figyelmemet, képzeld el, hogy a vezető ülés oldalt nem lehet annyira lesülyezteni, mint a túloldalt, és ez tényleg így van. Én egy picit mélyebben szeretek ülni, de ha megnézitek, hogy mekkora óriási fejtér van még itt nálam is, abszolút nem zavar, hogy nem megy le teljes üzemmód, és igazad van, nagyon jó a fejtámla. Csak jelezném, hogy nekem ugye, is hogy tetszik, nagyon egyébként tényleg jó. Úgyhogy, ready? Olyan, mint hogyha a strandon kifeszítettél volna egy ilyen izét, de tényleg nagyon jó. A ping-pong hálót. Ping-pong vagy hálót, igen. Igen. Nézzük, ezt lehet egyébként közelebb húzni, teljesen közel hát van. Én ennyire húztam, vagy szóval ennyire tudtam csak. Igen. Igen, mostanában egy kicsit közelebb szeretünk vezetni. Igen. Te is, meg én is, ugye kicsit hát, közelebb. Sokat vezetünk olyan helyen, ahol pálya van, és jobban tudunk kormányozni. És akkor ebben most P-be vagyok tulajdonképpen, akkor választanom kell egy módot. D. D mint direkt. De várjál, mutassuk meg, te csak vissza P-be, hogy választod akkor a módot. Akkor oda légy szíves a kamerát, itt P-be rakjuk az autót, itt mutatja, itt indítjuk az EV gombbal, hogyha beláttok oda, és utána pedig fordítunk, nyomunk egy féket, és fordítunk egy D-t. Ott is jelezi, hogy jelzi, hogy D-be vagyunk. Hát gyerekek, a műszerfal ugyanaz, mint a, szinte, mint a Sorrentóba. Annyi, hogy abban egy picit íveltebb, ebben egy picit egyenesebb. Szoktuk, ettől mi nem vagyunk elájúva, ez nekünk nem fontos. A minimál információ legyen rajta, mi nem fogunk ebbe tévét nézni, meg mindenféle dolgokat hallgatni. Automator fék. Hold on. Behúzta a kilincseket, most láttam. Igazából a tehetetlenségére vagyok kíváncsi, meg a komfortjára, mert az, hogy 200 lóerőt tud az autó, igazából a nyomaték számít. Én mindig azt szoktam nézni, hogy kellő vehemenciával tudsz-e előzni ebbe az autóba, de hogyha hát igazából megléped, tökéletesen, ennyi. Nem kell pályára kivinni, és úristen, mi kell csinálni vele. Nem is arra való. Nem is arra való, bár azért megnézném pályanapon, vagy nem pályanapon, hanem a grupama pályán, tudod, ahol egy kicsit meglóbálnak ja, vele, tanpályán, hogy megnézném, majd hát egyszer lesz a lehetőség, hogy egy ilyen nagyon nehéz szörny, hogy viselkedik. Amikor megdobják a fenekét. Igen. Hogy ez hogy szólt össze, a tripodálványunk eldőlt hátul. Nem baj. Igen. Mit érzel? Mindig azt szokták kérdezni, hogy milyen autó, elektromos autót vezetni, pontosan lemásolták autó. Autó. Tehát egy nagyon kényelmes autóba ülünk, mondhatjuk, hogy egy felső kategóriás autóba ülsz. Hát csak ez nem köpi be a gyertyát. És ez hiányzik az embereknek tulajdonképpen, valószínű. Írjátok meg, ha nem, hogy mostanában azért nem szokták az autók beköpni a gyertyát, de hogy valószínű ez hiányzik, a rengeteg mozgó alkatrész összessége adja meg azt a vibrálást, azt az érzést az autózásban, amié mi szeretjük. És az a minimális benzinszag, vagy az a gázolaj pöffenet szokta megadni, de hát, hogyha gyerekek, ha erre megy a világ, akkor... Akkor segünket is verhetjük, akkor is erre fog így menni van, viszont ezért mondtam mindig, hogy nagyon-nagyon vigyázzunk a meglévő autójainkra, és használjuk nagyon sokat, és majd arra leszek kíváncsi, és erre fog a legtöbb komment jönni, hogy vajon ezek az autók megérik az OTS rendszámot? A 30 hogy éves kort? De egyáltalán a 30 éves korukban ezeket le tudják, vagy le fogják minősíteni OTS-nak? OTS-nak minősítik el, kettő meg az, hogy fogunk elektromos autóval majd kijárkálni találkozókra, hogy figyelj, nekem azért 30 éve ilyen nem volt. Tehát, hogy nem. Már zinger varrógéféle motort kell belerakni. De... Igen, igen. Úgyhogy gyerekek, ennyit az elektromos autós kitérésünkről. Itt 50-re kell lassítani, és mindene
pittyeg, mittyeg. Az elején megmutattuk még Denis vezetett, most mi a bajság van? Az, hogy de... nem úgy közelíted meg a vasúti. De 40-nel mentem az 50-es táblában. Leszarom, nem érdekel, akkor se úgy csinálod, hát azért szól. Ezt azért nem nagyon szeretem, mikor beleszólnak a vezetésbe. Nem baj, majd én beleszólok. Mondjuk eddig is beleszól, mert itt ül mellettem, de mindegy, most még a kocsi is oszt. Úgyhogy na, mindegy, gyerekek, nyilván be kell tartani a vezetési dolgokat, meg kellő megfelelő tempóval rámenni a vasúti sínekre. Nem, mert szerintem ezt a funkciót azért én azt gondolom, hogy ki lehet kapcsolni, vagy lehet lémítani. Az azért tetszik, hogy a volume gomb az manuális. Igen, maradt, ez azért jó dolog. Ez milyen jó, hogy ekkorában. És egy nagy gördíthető, nagy alumínium darab, igen, ezt azért adom. Fordos elkékül a hátam mögött, mert nem kellő vehemenciával indulok, de gyerekek, ez egy vadi új autó, én nem akarom taposni. Egy ilyen autón mit taposol? Mondjuk a Bende Guzmán járt vele külföldön, úgyhogy... Jó, de én nekem nincs kedvem. Ebben urassan így szépen, igen, el lehet krúzingolni, nem? Igen. Én azt gondolom, hogy ez egy rohadt menőver, de én nekem tetszik, jöhet a savazás, jöhet a lepontozás, hogy tetszhet egy elektromos autó. Meg. Na, akkor most jön a kérdés, és fordítsd magad felé, én kérdezek tőled. Sorrento vagy ez? Ez. Kérdezd meg tőlem. Sorrento vagy ez? Ez. Ó, ezen összeveszünk, ha csak egyiket vihetjük el. Egyébként a Sorrento is egy nagyon jó autó volt. Különbendőbe jövünk, tudod, két piros kicsi autó. Sörvésli verseny. Jó, nézzük. Ja. Hát srácok, örültünk, hogy itt voltatok velünk. Reméljük, hogy tetszett az, amit most itt egy összehasonlító tesztet csináltunk. Kövessetek be, nagyon sok tartalmat fogunk még nem sokára külföldről is küldeni nektek. Sziasztok! Örültünk, hogy itt voltatok. Szevasztok, srácok!